Önök az Emplén Televízió híradóját látják, jó estét kívánok, kedves nézőink! Főbb híreink következnek röviden. Világháborús fegyvereket és lőszereket találtak a sátoraljaújhelyi rendőrök egy közúti balesetnél. Gróf Tisza István és gróf Károlyi Mihály életútjáról esett szó a Sárospataki Vas Albert kör rendezvényén. Falugazdászok és agrárkamarai tanácsadók segítik a gazdálkodókat régiónkban. Világháborús fegyvereket és lőszereket találtak egy fiatalembernél a sátoraljaújhelyi rendőrkapitányság közrendvédelmi osztályának körzeti megbízottjai. Az autójával árokba borult szemét eredetileg igazoltatni szerették volna a rendőrök, majd nem kis meglepetésükre kiderült a fiatalember különleges gyűjtőszenvedélye. A közrendvédelmi osztály KMB alosztályának megbízottjai igazoltatták azt a személyt, aki Mikóháza előtt a kerékpár úton a vízelvezető árokba borult bicikliével. A szolgálatukat teljesítő KMB-sek rutinszerűen egy biztonsági intézkedést akartak lefolytatni, abból a célból, hogy felmérjék, mi is történt a fiatalemberrel. Amikor igazoltatás alá vonták, akkor azt tapasztalták, hogy ittas állapotban van, és a ruházat átvizsgálás során a hátizsákjából egy világháborús lőfegyver, egy marok lőfegyver, egy pisztoly került elő, és egy darab lőszermagot is találtak nála. Ezt követően ugye már bűncselekmény elkövetésé miatt az előállítására került sor a sátori rendőrkapitányság épületébe, majd innentől kezdve átvettük az intézkedést, házkutatást foganatosítottunk a lakásán, ahol további lőszerek, tehát tízes nagyságrendben lőszerek, illetve egyéb lőfegyver alkatrészek, zárdugattyúk, illetve egyéb más ilyen jellegű alkatrészek kerültek elő. Ezek feltehetően világháborús fegyverek és lőszerek, ami a tárgyak állapotából is látszik. Abban az esetben, ha valaki ilyet talál, köteles bejelenteni a rendőrségen, ennek két oka is van. Egyrészt amennyiben ezek az adott megtalált dolgok a hatályos jogszabály szerint lőszernek, lőszerelemnek, lőfegyvernek vagy lőfegyverelemnek minősülnek, akkor nagyon súlyos büntetési tételt vonnak maguk után. Ezeknek a birtoklása, megszerzése, tartása büntetendő 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztéssel. A másik dolog pedig, ami inkább az ő testi épségüket is veszélyezteteti, hogy sajnálatos módon ugye az illetékeségi területünkön is a világháborús olyan súlyos harcok folytak. Ebből következően nagyon sok lőszer, robbanóanyag található a földekben még, illetve az erdőkben, és akár természetjárás, akár mezőgazdasági munkák végzése során ezek előkerülhetnek, és az elmúlt sok-sok 10 év miatt ezek instabillá váltak, azaz vagy bedöglöttek, úgymond, és teljesen veszélytelenek, vagy pedig annyira instabilak, hogy a legkisebb erőbehatásra is felrobbanhatnak. Ezt a laikusok általában nem tudják megállapítani, ezért szükséges értesíteni a rendőrhatóságot, akik szakértő bevonásával kezelik a világháborús erekjéket. A magyar történelem jeles személyiségeit és meghatározó történelmi eseményeit mutatja be az a programsorozat, amelyet a Sárospataki Vas Albert kör szervez. Ennek része volt az az előadás, mely két különleges utat bejáró politikus, gróf Tisza Istvánt és gróf Károlyi Mihályt mutatta be. A Sárospataki Vas Albert kör legutóbbi programjának érdekes témája volt. Két politikus, gróf Tisza István és gróf Károlyi Mihály politikai munkásságát mutatta be Tőkészki László történész professzor. A házigazda Gál József a kör elnöke volt. Tőkészki László, tanszékvezető egyetemi tanár, hívtuk meg többökból. Egyrészt olyan korszaknak a kutatója, aminek a megítélése bizony nagyon ellentmondásos, és szerettük volna erről a korszakról hallani, és a két érdekes történelmi személyiségről, akik szerepe meghatározó volt Magyarország történetének a sodrában. Tisza Istvánról van szó, és Károlyi Mihályról. És hát ebben szerettünk volna világosabban látni Tőkészki professzor úr segítségével. Másrészt az ő szellemisége közel áll hozzánk, nemzetben, népben, nemzetben gondolkozik, keresztény, keresztény elkötelezettségű, és szeretnénk volna vele közelebbül is találkozni, és reméljük, hogy más alkalommal is meg tudjuk ide hívni.
Gróf Tisza István és gróf Károly Mihály is sokat vitatott személyisége volt a magyar történelemnek. Mint ahogy történelmünk is tele volt és van drámákkal, tragikus hősökkel, de jó szándékú tévedőkkel is. Személyük is példa erre. Szerintem Tisza István az egyik legnagyobb magyar politikai személyisége az újabbkori magyar történelemnek. Még Károly Mihályról én nem tudnék jót állítani. A jó hiszeműséget adott esetben hajlandó vagyok elismerni, de véleményem szerint még az is kérdéses. Volt-e nekik személyes kapcsolatuk? Ők párbajt is vívtak, amelyet Károlyi csúnyán elveszített, és hát valamit azért látnunk kell, ugye éppen ez mutatja Károlyinak az irrealizmusát, hogy hát hogy jusson Magyarország az Antant körébe, amikor egyetlen Antant országgal sem határos. Tehát maga az egész kérdés abszurdként van felfogva, és nem véletlen, hogy Károly hiába hirdette magára, hogy az Antant hatalmak őt szeretik, és Magyarországot demokratizálása miatt megkímélik, éppen ennek a fordítottja a következőben. Technikai közelműködők is segítik a gazdálkodókat az egységes mezőgazdasági kérelmek leadásánál. Falugazdászok és agrárkamarai tanácsadók segítségét térítésmentesen lehet igénybe venni. Ezentúl a mezőgazdasági és vidékfejlesztési hivatal arra is felhívta a figyelmet, hogy a kis és középvállalkozások minősítését be kell jelenteni ahhoz, hogy az ügyfelek kérelmét el tudják bírálni. A 2011-es egységes kérelem elektronikus beadásánál a korábbi évekhez hasonlóan falugazdászok és agrárkamarai tanácsadók segítségét vehetik igénybe a gazdák térítésmentesen. A mezőgazdasági és vidékfejlesztési hivatalhoz a kérelmeket háromféle módon lehet benyújtani, mindenképpen elektronikus formában. Azok a gazdálkodók, akik saját ügyfélkapuval rendelkeznek, amit ugye az okmányirodába tudnak maguknak kérni, akkor a saját ügyfélkapujokon keresztül ezt ők nyugodtan megtehetik, semmilyen különösebb kötelezettségük nincsen. Amennyiben nem rendelkeznek ilyen ügyfélkapus elérhetőséggel, akkor két lehetőségük van, vagy technikai közreműködők segítségét kérik, akik a falugazdászok és az agrárkamari tanácsadók, akik a meghatalmazás útján az egységes kérelmüket azonnal el tudják készíteni, és az MVA honlapjára fel tudják tölteni. A gazdák következő lehetősége, hogy meghatalmazás útján egy harmadik személy képviselje őket. Itt viszont minimum 20 nappal az egységes kérelem tervezett beadása előtt el kell készíteni a meghatalmazást. A meghatalmazást ugye papír alapon be kell küldeni a székhely szerinti MVH kirendeltségre, és ezt a meghatalmazást az MVH kirendeltségen fel is kell, hogy dolgozzák, és csak abban az esetben tudják a harmadik személy meghatalmazottja elkészíteni ezeket a egységes kérelmeket. Az MVH ezen kívül még arra hívta fel a figyelmet, hogy a támogatási és kifizetési kérelem benyújtásának feltétele a kis- és középvállalkozások minősítésének bejelentése. Minden olyan gazdálkodó vagy vállalkozás, aki ugye uniós támogatást igényel, az MVH kifizetésén keresztül történik. Ugye az MVH-hoz be kell jelentkezniük, és ezt a bejelentkezést tudják megtenni regisztrációs számigényléskor, ahol ezt a gazdálkodásnak a formáját kell tudnia megjeleníteni. Ezt a kis- és középvállalkozásoknak a kódját jelenti, ezt KKV kódnak hívják, és ez a regisztrációs lapon, a G001-es regisztrációs lapon tudják megjelölni. Azok a gazdálkodók, illetve vállalkozások, akik ezt az MVH regisztrációs szám igénylésekor nem tették meg, a G001-es nyomtatvány segítségével módosítani tudják. Ezen túl határidőhöz van kötve a monitoring adatszolgáltatás is. A gazdálkodóknak, akik korábban különböző kertészeti, növénytermesztési, fejlesztési, gépvásárlási pályázatokon nyertek, ugye ott minden esetben monitoring adatszolgáltatási kötelezettségük van. Ez önkormányzatokra is érvényes, falufejlesztés címszóval, vagy hogyha bármilyen ugye MVH-s támogatást kaptak, és ezt a monitoring adatszolgáltatási kötelezettségüket az idén ugye március 18-ig 24 óráig tehetik meg. Ezt szintén elektronikus úton tehetik meg a gazdálkodók, azok, akik nem tesznek ennek eleget, mulasztási bírsággal sújthatók. Most pedig nézzük, mit láthatnak a továbbiakban.
Tavasztündér címmel beiratkozási délután a Sárospataki II. Rákóczi Ferenc általános iskolában. Nagy sikerű táncos zenés est tavaszi zsongász címmel a Sátoraljaújhelyi színjátszókör előadásában. Beiratkozás a Sárospataki Karolina óvoda és bölcsődében. Tavasztündér elnevezéssel különleges beiskolázási délután tartott a Sárospataki II. Rákóczi Ferenc általános iskola. A rendezvény célja az volt, hogy a leendő első osztályos gyermekeknek és szüleiknek játékos formában mutassák be az iskolában folyó tanító-nevelő munkát. Tavasztündér érkezik címmel tartott beiskolázási programot a Sárospataki II. Rákóczi Ferenc általános iskola. Az intézmény számos formában igyekszik megismertetni oktató-nevelő munkáját. Úgy gondoltuk, hogy több programból álló sorozatot biztosítunk a szülőknek, hogy egy kicsit megismerhessék ők is az iskola környezetében a gyermeküket. Ez magába foglalja azt, hogy egy picit tanítási óra keretében, de még játékosan, de még egy kicsit óvodás szinten tanítjuk őket, azzal együtt, hogy nem titkolt célunk az is, hogy megismertessük az iskolánkat. A 2011-es beiskolázási program három részből tevődött össze. Először az iskolát mutattuk be, és a farsangra készülve a farsangi jelmezeket készíthették el tevékenykedtetés formájában a óvodások, úgyhogy természetesen azért a sok-sok segítséget megkapták a itt lévő kolléganőktől. A mai foglalkozáson a nyelvek világába kalauzoljuk el a gyerekeket. A program harmadik része a jövőre beinduló sportosztályhoz kapcsolódik. A mozgásé lenne, ami már kapcsolódik az első osztályosok számára meghirdetett sportosztálynak a kicsit felmérő jellegű, de inkább azt, hogy a szülőket is szülőknek bebizonyítsuk, hogy mozgásuk milyen a gyerekeknek egy iskolai testnevelés foglalkozás, vagy egy iskolai által szervezett sportfoglalkozás keretében belül. A délutáni programok nagyban segítik az iskola választást, illetve az iskolába szoktatást. Én azt gondolom, hogy nagyon hasznos, hogy a gyerekekkel már megismertetik magát az iskolát és az iskolai programokat így előre. Másik dolog meg az, hogy a szülővel jöhet el a gyermek ide, és például az én kisfiam nagyon anyás, és nagyon nehezen szakad el tőlem, és talán egy kicsit ezzel előkészítjük azt, hogy majd az iskolában menésben ne legyen olyan nagy probléma. A II. Rákóczi Ferenc általános iskola beiskolázási programja a szülők számára nem csak a döntést könnyítette meg, hanem kellemes délutáni programot is jelentett. Tavaszi zsongász címmel adott nagy sikerű zenés táncos estet a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ színjátszóköre. A mai slágerek, illetve musical darabok széles repertoárjából csendültek fel a dalok. A zenei számokat a Lazur Kulturális és Tánccsoport Egyesület táncosai tették még élvezetesebbé. A Latabár Színház adott helyet annak a zenés táncos estnek, amit a KLMK színjátszókörének tagjai mutattak be. A közönség a műfajok sokféleségéből kapott ízelítőt, hiszen a mai slágerekből, illetve a híres musical darabokból is számos nóta felcsendült. Szerettem volna, hogyha minél több színű, minél több dalt tudunk megszólaltatni, és hogyha mindenféleképpen azokat a dolgokat domborítanánk ki itt a gyerekek részéről értem, ami az ők a leginkább értenek is, amit ők a leginkább szeretnének megmutatni önmagukból. Ugye vannak olyan tagok, akik nagyon vidámak, nagyon jóhúrúak, mint a mellettem álló fiatalember, és vannak olyan tagok is, akik inkább a lírai oldalukat szeretik megvilogtatni. A műsort a Lazur Kulturális és Tánccsoport Egyesület táncosai tették teljessé, akik Miskolcról érkeztek. Az egyesületnek a fő profilja az, hogy formációs és egyéni versenyeket képezzen latin-amerikai standard táncok terén. Ugye most három párt láthattatok, hogy is láthatod a szép közönség, ugye főleg latin-amerikai táncokat viszünk itt a zeneszámok mögött az est folyamán. Igazából az egyesület, mint ahogy mondtam, csapatokat is szokott vinni versenyekre, igazából vannak nemzetközönyeink is, vagy hazaiak is, voltunk Európa-bajnokságban negyedikek, kilencedikek is csapatban már, és most hétfőn is majd láthat a közönség akár minket Nyíregyházán, a két páros, a háromból egyéni verseny, aztán hát mindig volna fellépések, versenyek, mindig állandó készülés folyamatosan van. A párok már több éve dolgoznak együtt, és lépnek fel különböző rendezvényeken. Leginkább standard táncokkal és latin-amerikai táncokkal foglalkozunk, de emellett szoktunk szalszázni, mambózni. Éppen mikor
mit kell a közönségnek. Újabb fellépésre, sőt fesztiválra, nem csak a táncosok, hanem a színjátszókör is készül. Természetesen készülünk mi is folyamatosan. Ugye most, mint elhangzott, az Kercóra szeretnénk Pápára, a zenés darabok találkozójára, a zenés színházak darabjainak találkozóira ellátogatni és elmenni, és tavaly sikerült dobogós helyezést, harmadik helyezést elhoznunk, idén is szeretnénk a Szépség és a Szörnyeteggel, és természetesen készülünk a zenés fellépésekre és egyéb felkérésekre. A tavaszi és nyári programokról a továbbiakban a Kossuth Lajos Művelődési Központ honlapján tájékozódhatnak. Az idén a megszokottnál korábban tartják az óvodai beiratkozásokat Sárospatakon. A Karolina óvoda és bölcsőde igazgatója nem csak a határidőre, hanem az intézmény által kínált lehetőségekre is felhívta a figyelmet a mai sajtótájékoztatóján. A szokásostól eltérően idén korábban lesz az óvodai beiratkozás. A Karolina óvoda és bölcsőde igazgatója erre hívta fel a szülők figyelmét sajtótájékoztatóján. Ez azt jelenti, hogy március végén és április elején hirdetjük meg, és várjuk a szülőket és a gyerekeket. A gyerekeket szülőkkel együtt egy kis betekintésre. Egész március hónapban nyitott óvodát tartunk szombat délutánonként. Ez azt jelenti, hogy 3-tól 5-ig különböző játékos tevékenységek, sportprogramok, előadások zajlanak itt az intézményünkbe. A tapasztalatok szerint jelentősen megkönnyíti a szülők helyzetét, hogy meg ismerkedhetnek az intézménnyel és a pedagógusokkal. Azzal, hogy személyesen találkozhatnak, beszélgethetnek az óvoda, illetve az intézmény dolgozóival a szülők, és így talán könnyebben el tudják dönteni, hogy kihez is írassák a gyermeküket. Azt, hogy kihez, a személyes kapcsolat révén eldönthetik, és hogy hova, azt pedig az betekintés révén eldönthetik. A nemrég átadott óvoda speciális felszereltségével minden igényt kielégít. Európai színvonalú óvodánk van, nagyon kevés városnak adatik meg, hogy ilyen szintű intézménye legyen. Sok-sok helységgel, sok-sok különlegességgel állunk a gyerekek és a szülők rendelkezésére, tehát a mindennapi óvodai nevelő munkán túl, ami az intézményben nagyon magas színvonalú, azon túl rengeteg olyan sajátosságunk van, ami más óvodának nincs. Az intézményben zeneóvoda, gyermekkönyvtár és külön tornaterem, valamint számos program várja a kicsiket. Különböző évszakokhoz, különböző jeles napokhoz kapcsolódóan olyan magas szintű rendezvényeket tervezünk és szervezünk az intézménybe, ami havi rendszerességgel zajlik, ami nagyon kevés óvodában történik meg. Ehhez hozzájárul az intézménynek van egy 300 férőhelyes rendezvényterme, és ezeket a különleges programokat ebben a gyönyörű rendezvényteremben tudjuk lebonyolítani. Az igazgatónő azt is elmondta, a kisobodások táncos és nyelvi programokon is részt vehetnek. Szintén a gyermekek érdekében rendszeresen úszásra oktatják az óvodásokat. Végül nézzük még egyszer legfontosabb híreinket egy-egy mondatban. Világháborús fegyvereket és lőszereket találtak a sátoraljaújhelyi rendőrök egy közúti balesetnél. Gróf Tisza István és gróf Károlyi Mihály életútjáról esett szó a Sárospataki Vas Albert kör rendezvényén. Falugazdászok és agrárkamarai tanácsadók segítik a gazdálkodókat régiónkban. Kedves nézőink, Önök a hírhét adását látták, melyet újra megtekinthetnek a www.zemplintv.hu internetes oldalon, valamint Sátoraljaújhely és Sárospatakváros honlapján is. Mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes estét kívánok Önöknek, viszontlátásra!